Nem csak a magyar zenénkre és táncainkra lehetünk büszkék, hanem a magyar tervezőinkre is. A múlt héten a Milánó Fashion Week-en 8 magyar tervező mutatta be, 8 magyar tervező mutatta be kollekcióját, és ma este 3-an el is jöttetek hozzám. Sziasztok! Cselényi Eszter a Cselenyinek a tervezője, Bódis Boglárka az Elisziának a tervezője, és Imre Katalin az Artistának a tervezője. Sziasztok! Szia, jó estét! Egy mentorprogram keretében utaztatok ki. Kérlek titeket, meséljetek erről, hogy pontosan hogy nézett ki ez a program, hogy kezdődött? A Magyar Divatügynökség kötött egy együttműködési megállapodást, egy programot a Milánói Divatügynökséggel, a Camera della Modával, ami egy nagyon-nagyon régi szervezet, és gyakorlatilag mi vagyunk az első ország, akikkel belevágtak egy ilyen programba, és mi vagyunk azok a szerencsés 8 magyar márka, akik pedig részesei lehetünk ennek. Néhány hónapja kezdődött az egész, és most ott tartottunk, hogy bizony első ízben be is mutatkozhatunk Milánóban a Fashion Week-en, aminek nagyon-nagyon örültünk. Ahogy említetted, 8-an voltatok, úgyhogy a többieket is említsük meg, például Abodi, Cukovi, Zsöszi Beltom, Csenyi és Zsigmond Dóra, ugye mindnyájan kint voltatok. Találkoztatok mentorokkal. Mi olyan tanácsot kaptatok, vagy mi olyan dolgot hallottatok, amire soha nem számítottatok volna, és nagyon meglepő volt? Ez egy váratlan kérdés. Igen? Igen. Mert igazából egyáltalán a lényük, meg ahogy a trendeket kutatják, és hogy ez mennyire fontos, hogy tisztában legyünk a nemzetközi trendekkel, illetve az új gondolatokat nyomon kövessük. Ezt tanultuk meg szerintem leginkább, hogy ne csak a saját világunkban tervezzünk, hanem nézzünk kifelé, és lássuk meg, hogy mi zajlik a divatban. És mit éreztek ezzel kapcsolatban? Tényleg sikerült kifelé nézni, Eszter? Neked mi a tapasztalatod, hogy neked is kifelé kellett nézni, vagy te alapból már nyitottabb voltál? Én mindig próbálok nagyon nyitott lenni, és nagyon igyekszem beépíteni azokat a tanácsokat a kollekciónkban, amiket kapunk, de ez nagyon-nagyon nehéz, mert úgy gondolom, hogy nagyon nehéz objektívnek lenni egy kollekcióval, és nagyon nehéz egy tervezőnek, aki benne van ebben a munkában, egy picit kívülről látni ezt az egészet. Amikor itt voltak tavaly, és megnézték a kollekciót, és hogy először nekem nagyon meglepő volt, hogy mennyire tetszett nekik az, amit csinálunk, és utána, amikor jöttek, és volt egy csomó input, akkor nekem egy 2 napba telt, és addig nem aludtam, amíg elkezdtem azon gondolkodni, és hogy fogjuk ezt megvalósítani, úgyhogy ne veszítsük el magunkat. És akkor hogy valósítottátok meg? Mi inspirált titeket a kollekcióknál? Most akkor így mindenki mondja el a magáit, hogy mi alapján alkottatok? Igazából a mentorok magába a tervezési folyamatban azt gondolom, hogy nem szóltak bele, tehát az esztétikai részben sem, mennyire sem. Akkor abszolút szabad kezet kaptatok? Meghallgattuk a tanácsaikat, és elmondták a véleményüket, amire szerintem ők nagyon figyeltek, hogy a kivitelezés minősége az olyan legyen, ami nemzetközi szinten is megállja a helyét. Illetve az anyagválasztásban segítettek minket, sőt össze is kötöttek minket olaszországi gyártócégekkel, és ez megint egy új tapasztalás volt. Ami az inspirációt illeti, én Budapestről szerettem volna valamit megmutatni a kintieknek, és az én inspirációm az a századfordulós Art Nouveau építészetnek a mozaik munkái, azon belül is az egyik kedvenc budapesti épületem a Gresham Palota, úgyhogy a kollekció Budapest Mosaics elnevezést kapta. És Katalin és Eszter, a ti inspirációtok mi volt? Nekünk egy magyar és roma népviseleti gyűjtés volt az inspirációnk, hiszen a mentoraink, az olasz mentoraink nagyon buzdítottak arra, hogy mindenképpen a saját környezetünkből, illetve a közeli saját régiónkból választunk inspirációs szállat, és mi ezt szívesen tettük igazából, mert közel is áll hozzánk, és ebből a fantasztikus népviseleti és kulturális gyűjteményből könnyű választani, és azt választottuk, hogy a magyar viseletnek a olykor szigorú, rendezett formavilágát egy ilyen roma, szabad szellemű életvitellel próbáltuk ötvözni, és ebből egy nagyon urbánus, nagyon kortárs, az artista jellemzőjeként sportos elemekkel gazdagított kollekciót terveztünk, illetve
kézzel hímzelt részletek is vannak a ruhákon, amik népi mondások, illetve versikéknek a szó szerinti leírása. Például az egyik ilyen, mi szerint, az egy roma mondás, mi szerint a divattal nem, illetve, bocsánat, nem, a szépséggel nem lehet jól lakni. Hihetetlen, hogy mennyi történet van egy kollekció mögött. Mi volt a legnagyobb kihívás a te kollekciódnál? Én mindig magyar inspirációt választok a kollekciókhoz, és ebben a szezonban a korona lesz a téli kollekcióban. A kihívás az az volt, hogy én mindig egyszerű és letisztult és visszafogott kollekciókat készítek, ami inkább egy idősebb korosztálynak szól, és mindenképpen hordható. A korona meg egy nagyon dúsan díszített dolog, és ezt a mentorokkal is nehéz volt átvinni, hogy én szeretném megtartani a letisztultságunkat, de úgy gondolom, hogy sikerült mind a kettőt belevinni. Én azt érzem, hogy ti nagyon élveztétek. Most nevezzük kiruccanásnak, én tudom, hogy nagyon komoly munka áll e mögött, de nagyon jól éreztétek magatokat, és mit gondoltok, lesz ennek folytatása, hogy lesz még ilyen, hogy egy ilyen programban 8-an részt vehettek, szeretnétek, ha lenne? Mindenképp szeretnénk, szerintem, és még elvileg lesz folytatása, most ugye jön majd a budapesti Fashion Week, ahol eljönnek a mentorok, és ott szerintem mindannyian egy nagyobb kollekciót fogunk bemutatni, de ugyanezt kibontva, és utána áprilisban pedig lesz egy press event kint Milánóban újra, ahol majd ennek a folytatása következik. Akkor mindez, nagyon sok sikert kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és mindezt elmeséltétek. Köszönjük szépen.